Köszöntöm nézőinket! A fotóalbum mai vendége Illés László, szakápoló. Mit jelent ez, hogy szakápoló, felnőtt szakápoló valaki? Hát ez egy bizonyos területre szakosodott szakmát jelenti. Tehát ez a felnőtt szakápoló, ez mindenképpen egy szakképzett elsősorban. Másodszorban ez, mikor én elvégeztem az egészségügyi szakiskolát, utána ez egy 10 hónapos képzés volt nekünk, és meg amikor még elvégeztem a szakiskolát, akkor általános ápoló és asszisztens voltam. Utána 10 hónapos képzést elvégeztem, és utána lettem felnőtt szakápoló. Ma már az újabb képzési rendszerben ez a 10 hónapos képzés már úgymond nincs, hanem egy regisztrált képzés van, ami érettségihez kötött, és levelezőn is el lehet végezni, vagy nappali tagozaton, és felsőfokú végzettséget ad. Még mielőtt itt a sok fotóba belebonyolodunk, miért pont ezt a szakmát választottad? Mi motivált ebbe az irányba? Miért volt szimpatikus? Hát ez már régi időkre nyúlik vissza. Még általános iskolás koromban elsősegélynyújtó tanfolyamra jártam. A biológia tanárom tartotta nekünk délutáni foglalkozásként, és érdekelt. És a nővérem is ebbe az iskolába tanult, és mindig néztem, hogy miket tanul, és számomra érdekes volt az anatómia, meg a könyveit néztem én is, hogy miket tanul, és gondoltam, hogy hát én is megpróbálom. Hoztál magaddal elég sok képet, nálad is jellemző az, hogy, a többségében olyan képek vannak, ami a munkához kötődik, ami a szakmához kötődik, és ezen belül is egy album teljesen tele van azokkal a képekkel, amik Németországban készültek. De kezdjük az elején, jó? Kezdjük, itt van egy Mikulás ünnepség, annak a képe, amit elhoztál magaddal. Itt gondolom maga az ünnep az, ami miatt érdekes lehet a kép. Igen, hát ez nem tudom, olyan 7-8 éves koromban lehetett. Édesapámnak a munkahelyén, ő a tervezővállalatnál dolgozott, és ott volt minden évben gyermekeknek, tehát az ott dolgozó gyerekeknek egy ilyen Mikulás ünnepséget szervezett a cég. Kaptunk csomagot, aki akart verset mondott, és hát a kollégák közül valaki beöltözött mindig Mikulásnak, és meglepett minket. Utána volt mindig ilyen báberőadás, tehát minden évben van mi kis meglepetés. Szeretted a dolgot, akkor talán vártad is. Igen, igen, de megmondom őszintén, hogy én mindig féltem a Mikulástól. Féltél? Így van. Kicsi koromban eléggé félénk gyerek voltam, nagyon féltem mindentől szinte, és a Mikulástól is, mert tehát, hogy nem láttam az arcát, nem ismertem fel, és valahogy a szakáltól, meg az, hogy nem tudom, milyen ember van a mögötte. Uh-huh. És hiába tudtam, hogy be van valaki öltözve, de nem tudtam, hogy ki az, és eléggé visszahúzódott, és olyan félénken vettem át a csomagokat mindig. Bár te szeretsz szerepelni, hiszen ez a később életedben is úgy alakult, meg ma is vannak olyan dolgaid, ami ezt tükrözi. Itt vannak olyan első képek, amik gondolom Farsangi bálon készültek. Igen, óvodáskoromban készült még. Akkor is ilyen farsangi bálokat mindig megrendezték a zuhónők, és mindenkinek szerepelni kellett a csoportból. Hát itt is kegyetlenül izgultam már, látszik az ujjam a számban volt, úgyhogy, de mindig szerepeltem. Szeret szerepelni, ugye? Vajon miért? Hát... Mert mondtad, hogy félénk voltál egyébként, és úgy általában szóval azért a kis bátorság kell az, hogy az ember szerepelni merjen, kimerjen állni egy színpadra. Igen, valamiféle igen. Produkcióval. Hát ez később már, mikor iskolás voltam, általános iskolás, akkor jobban, tehát akkor egy kicsit, mintha önbizalmam lett volna több, és akkor már jobban mertem szerepelni iskolai rendezvényeken is, akkor már a zeneiskolás voltam aktívan, zenei általános iskolába jártam, tehát akkor már meghatározó volt, tehát akkor már kénytelenek voltunk, mert a zenei általánosba már szerepeltünk, tehát ez így volt mindig is, és máig is a zenei általánosban is tudomásom szerint így van, hogy kórusok vannak, és több hangszeren tanulnak a gyerekek. Inkább énekelni szeretsz, én azt tudom, de van hangszer is, van kedvenc hangszered? Hát az első van a zongora. Általános iskolás koromban édesapám elvitt a zeneiskolába felvételizni, hát trombitálni kezdtem, nem nagyon szerettem, 8 évig trombitáltam, és mellette elkezdtem zongorázni, meg szolfés órákra jártam,
és nagyon-nagyon jó volt. A trombitát később abba hagytam, mert abszolút nem éreztem, nem tetszett abszolút az a hangszer, és a zongorát azt folytattam bizonyos ideig, és énekelni kezdtem Kovács Józsi bácsinál, aki azóta már nyugdíjas, és jártam utána a Hauszerbeához énekelni, Pintér Gabriellához, aki máig is a zeneiskola magánének tanszak tanára, és hát még magamtól is énekelek, tehát vagy a zeneiskolába bemegyek, és képzem magam, gyakorolok, tehát máig is. Vannak fellépéseid is? Vannak. Hát általában így, akik milyen dalokat énekelnek? Operett musicalt énekelünk csak. Igen. És például Hauszerbe a Pintér Gabival énekeltünk, szerveztünk operettgálákat. Májusban volt egy cikón, ami nagyon jó sikere volt. Úgyhogy most egy koncertirodába jelentkeztem Pécsre. Ott fiatal énekeseket kerestek, akinek jó énekhangja van, fiúkat, lányokat. Várom majd a felvételiről az értesítést. Milyen a szereplés? Tehát mit érzel olyankor? Miért jó? Teljesen nyugodt vagyok. Abszolút nincs lámpalázam. Abszolút nincsen. És biztos vagyok a dolgomban. Tehát az, hogy ha előre be van énekelve a hangom, tudom, hogy már tehát a technikai részébe bakit nem csinálhatok. És abszolút nem félek. Tehát nyugodtság az, hogy játszom, megmutathatom a hangomat, és nagyon is szeretem ezeket a műfajokat. Tehát máig is, hogyha operett előadáson, nagyon sűrűn járok színházba, a német színházat azt rendszeresen látogatom, mindenevő vagyok a színház terén. Most olyan képek következnek, amelyek különböző kirándulásokon készültek. Szeretsz eljárni, kirándulni? Igen, szeretek. Van egy csapat, vagy mindig változik az, hogy kikkel mész el nyaralni, kirándulni? Most már talán van. Régebben mindig mással mentem. Tehát nagyon széles a baráti köröm, és mindenkivel, akit ismerek, és aki úgy közelebb áll hozzám, tartom a kapcsolatot. Most lehet, hogy havonta egyszer találkozunk, de abszolút próbálom ápolni ezeket a kapcsolatokat. De az, hogy egy hónapig nem találkozunk, attól még én, nekem ő barátom. Milyen vagy egyébként, szeretsz a középpontban lenni egy-egy ilyen társasági élet kapcsán? Szeretek hangadó lenni, szeretek bolondozni, szeretek poénkodni. Elfogadnak a barátok, közeli ismerősök? Gondolom, igen. Humoros vagy milyen típusú vagy? Tehát, általában vidám természetű vagyok. Vidám részéről fogod meg a dolgokat. Igen, de mostanában észrevettem magamon, hogy úgy néha, mintha hangulatember lennék. Uh-huh. Tehát, hogyha vannak rossz pillanataim, ami régen nem volt ez rám jellemző. Vagy legalábbis nem mutattad ki. Igen, és most már egyre jobban érzem. Tehát van, amikor rossz kedvem van, akkor tényleg nem is poénkodok. Tehát akkor észre is veszik a kollégáim is, hogy megint mi van velem. Tehát valahol el is várják már tőled azt, hogy a te hangulatod valahol egy szinten van. Igen. És én mindig hozzá szoktam mondani, hogy nem lehetek mindig jókedvű. Uh-huh. Én ezt szoktam mondani. Akkor talán ezt meglepődve fogadják ilyenkor. Igen. Térjünk vissza a kirándulásra, hiszen nagyon szép kis képek vannak itt. Merre jártál itt éppen? Hát ez az Isztriai félszigeten készült, Horvátországban. Egy baráti társasággal voltam, és nagyon jól éreztük magunkat, csodálatos 10 napot töltöttünk ott. Hát ez 93-ban volt nyáron, nagyon jó volt. Ez is, ez egy hajókirándulás, ugyanúgy. A hajón. Volt. Így van. Éppen étkezés. Igen, étkezés van, ebéd, így van. Ennek az volt az érdekessége ennek a hajókirándulásnak, hogy annyira ilyen, tényleg egy nagyon jó pillanat volt, mert volt egy matróz, aki harmonikán játszott nekünk végig a hajó út alatt, és tényleg annyira jó hangulatot teremtett, énekelt is, és úgymond lenyűgözte a turista csoportot. Nagyon jó volt, felejthetetlen volt tényleg. Én itt már utaltam az étkezésre. Az alkatodból következtetve szeretsz egyébként enni? Tehát szereted a jó ételeket? Ínyenc vagy? Vagy milyen típusú? Ínyenc vagyok. Én nagyon szeretem az idegen konyhákat is, de viszont válogatós vagyok rendkívül. Tehát inkább szeretem az ínyenc konyhát, tehát ebbe beleértve a kínai, a bármilyen, de úgymond a magyar konyhát, hát a húsokat szerettem mindig is, de valahogy a magyaros ételeket már annyira nem. Tehát például a leveseket abszolút nem eszem. Uh-huh. Ez nagyon magyar specialitás a leves egyébként? Nem, hogy a leves, de maga, igen, egyrészt a levesek, tehát most mondok példát, a bableves, ilyenek, tehát abszolút én nem eszem leves. Csülkös bableves. Így van, yeah. És főleg a szüleim jegyzik meg, hogy amióta Németországból hazajöttem, azóta látják ők, hogy válogatósabb vagyok.
Magad is főzöl egyébként? Tehát előfordul az, hogyha megkívánsz valamit, igen, vagy ezt látsz valami ételt, és akkor utána jársz egyébként annak, hogy kell elkészíteni? Igen, tehát van olyan, hogyha édesanyám valamit főz, mint mondtam, válogatós vagyok, és nekem az nem tetszik, akkor vagy lemegyek a boltba és hideg ennivalót veszek, vagy valami gyorsat csinálok, egy meleg szendvicset, vagy valamit, ami nekem úgymond a fogamra való. Ezen a képen valami megint egy másik tevékenységhez kötődően. Igen, imádok táncolni, és jelensz meg. Sokan mondják, hogy van érzékem hozzá, ez valahogy adottság is, én szüleimtől örökölhettem, mert az édesapám, édesanyám, ők a régen a Bartina elődje, hát nem tudom, állami népi együttes, nem tudom, milyen együttes lehetett itt Szexádon, ők ott táncoltak uh-huh. együtt. És tőlük örökölhettem, és az egészségügyi szakiskolában volt egy lánycsapat, ez a kép azt mutatja, egy szalagtűzön készült, és ennek a lánycsapatnak tanítottam be kánkánt, és itt azt adták elő. Tehát itt azt éled ki, ezt a tánc iránti szeretetedet? Tehát az, ahogy tanítasz másokat táncolni? Igen, és a másik meg az, hogy mint mondtam, szeretek táncolni, és ugyanúgy csináltam én velük. Tehát nem az, hogy szóval tanítottam be a lányokat, hanem ugyanúgy minden elemét megcsináltam a kánkánnak. És elfogadják tőled? El. Tehát előtáncolsz, és akkor elfogadják tőled. Elfogadják, vagy együtt csinálom velük. Most ez a lánycsapat már elballagott, már nincsenek. Most egy pillanatra rátérünk a munkára, arra az albumra, amit itt hoztál. Igen. Ez az album tele van olyan képekkel, amelyek kint Németországban, Bietigheimben készültek a kórházban. Említetted, hogy hosszabb időt kint töltöttél. Igen. Ez másfél év volt. Milyen volt? Felejthetetlen. Tehát az életemnek a legszebb korszaka, mondhatom azt. És ez 94-től, 94 januártól 95 szeptemberig tartott ez az időszak. Hát ez megelőzésképpen nem itt kezdtem rögtön, hanem egy újsághirdetés alapján jutottam ki. Volt benne egy német hirdetés. Előtte már tanultam németül, magántanártól 3 évig. Nagyon sokat köszönhetek neki, mert nagyon jó tanár volt, és tényleg nagyon, tehát a jó alapokat mindent megtanított, hogy kint tudjak boldogulni. És én tudatosan tanultam németül, mert tudtam, hogy én ki szeretnék menni. Tehát én ezért dolgoztam, és egy magánszociális otthonba mentem ki. Itt Szexádon volt a találkozó a későbbi főnökömmel. Volt egy ilyen kis német elbeszélgetés, megkaptam az előszerződést, és egy hónap múlva megkaptam a munkavállalói engedélyt. És 94. januárban kimentem. Kim voltam ezen a munkahelyen, nagyon jó csapat volt, kevés volt a szakképzett, ezért ment. Tehát ő kereste ez az úriember a magyar szakképzett dolgozókat. Jók a magyar dolgozók ezek szerint? Igen, tehát nagyon. Az ápolási igazgató Bietigheimben azt mondta, hogy ő azért vette föl a magyar ápolónőket, ápolókat, mert túl vagyunk képezve. Tehát a német viszonylathoz a magyarok túl vannak képezve. Többet tudnak a szakmáról. Így van. Más is a hozzáállásuk, mert például, ha bármilyen, így mondom idézelbe, akció történt az osztályon, akkor a németek pánikot csinálnak. Tehát nem az, hogy így van. Kiabálnak, orvos, de az, hogy valami hasznosat tegyenek rögtön az első pillanatban, mert végül is ők vannak először a beteg mellett, nem az orvos, az orvost utána hívják, és pánikot tudnak csinálni nagyon. Viszont ti a szakmával annyira tisztában vagytok, igen, hogy igen, tehát mindenki az első volt lépéseket, a szükséges lépéseket megteszik. És volt gyakorlata mindenkinek, aki kiment, úgyhogy, és elfogadtak minket teljes értékűnek. Tehát ugyanazok jogok voltak nekünk is, mint a német állampolgároknak. Milyen a város, és milyenek voltak a kollégák, a német kollégák? Nagyon jó volt. A város az gyönyörű. 45 ezer lakosú körülbelül, nem tudom pontosan a számot. Elnézést. És nagyon jó, tehát a német kollégák teljesen elfogadtak, első időben figyeltek. Tehát ilyen volt, hogy példával éljek, utánunk mérték a vérnyomást, hogy jól mértem-e. Tehát először figyelték a munkámat, figyeltek teljes mértékben, hogy mint embert is, és úgy kezdtek megnyílni, pedig a németekre nem jellemző, hogy olyan gyorsan megnyílnak, de én nekem csak nagyon jó tapasztalataim vannak a kollégáimmal szemben. Együtt töltöttünk rengeteg időt, programokat szerveztünk, szülinapokat megünnepeltük. Tehát tényleg úgy hívták engem is, hogyha valahova mentek, tudták, hogy nem mindig vagyok a többi magyar lányjal, gyere velünk, elmegyünk valamerre. Tehát nagyon, én úgy érzem, befogadtak minket. Tehát akkor végül szakmailag is elismertek, hiszen
ott szereztél egy bizonyítványt. Igen, igen. Ez egy anerkennung, ami egy elismervényt jelent magyarul. Tehát ez azt jelenti, hogy kint figyelték a munkámat, és egy számítógépes iskolába is részt kellett venni, mert ott minden számítógéppel működik. A legutolsó laboreredmény, bármilyen nem írkálunk annyit, mint itt Magyarországon, hát remélem ez később majd, itt is majd eljön az az idő. Hát egy 50 évvel le vagyunk maradva kinti viszonylathoz képest, tehát maga az ápolási eszközök a mindennel, ami kint megtalálható. A munka mellett persze mondtad, hogy voltak különböző programok, így van. Egyéb ilyen kisebb ünneplések. Itt például látunk egy park részletet. Igen, ez Ludwigsburgba készült, ez a barokkokó, ez egy gyönyörű kastély, és annak a park részlete látható. Igyekeztél egyébként arra is időt fordítani, hogy megismerd a környéket? Igen, mindig. Tehát nem volt olyan nap, hogy nem mentünk volna valahová, akár egy valahova beültünk estére, vagy... Bármilyen fáradt voltál. Így van, így van. Ott nem fáradtam el. Tehát ott, én megmondom őszintén, kint, ott annyira meg volt szervezve a munka, hogy ott teljesen stresszmentes volt, nyugodtan tudtál dolgozni, és a 8 óra volt a munkaidő, a 8 óra alatt kinti viszonylatban negyed annyit dolgoztam, mint itt 2 óra hossza alatt Magyarországon. Állítom, mert nagyon nyugodtabb sokkal a munkamenet kint. Ezek a képek is valami partin készültek, igen, itt a Lufikból ítélve, meg a beöltözésből. Igen, ennek hagyománya volt, minden születésnapot megünnepeltünk, és mindig, hát történetesen ez mindig az egyik barátnőmnek, kinti magyar lánynak is nekem volt a feladatom, mindig valamilyen hát előadást, ilyen kis rögtönzést, úgy mi írtuk a szövegeket is, és mi adtuk elő. Ilyen bohózat, vagy humoros paródia. Akkor kiélted azt a szereplési vágyadat is, ami azért úgy benned van mindig. Így van. Gondolom ez is egy ilyen rendezvényen készül. Ez egy születésnapi buli volt itt is, így van. Nagyon, mindig szerveztünk, mindenkinek a szülinapját megtartottuk. Ezek a képek miről szólnak? Hát az egyik kép, ahol a két leányzó tortát fog, ez egy szülinapi buli volt szintén, ő egy testvérpár, ők is kinélnek már Németországban. Az egyik lánynak már kisgyerekei született, férhez ment egy német úriemberhez, a másik lány az a napokban várja a gyermekét. És ez a tortának azért van érdekessége, mert ezt én csináltam egy barátnőm segítségével. Életemben nem csináltam ilyen emeletes tortát. Ez nehéz dolog egyébként tortát csinálni? Attól függ, ez nehéz. Mondjuk egy gyümölcstortát könnyebb csinálni. Tehát azt is csináltam már kint, és jó volt például a születésnapi bulira, az rendszeresen mi csináltuk a tortákat. Tehát én nagyon szeretek sütni. Hát mikor jelentkeztem anno az egészségügyibe, akkor másodiknak a cukrászszakot jelölte meg a vendéglátóipariba. És jó, hogy ez a szak sikerült, tehát úgy érzed? Igen, igen. Szereted csinálni, tehát szereted a munkádat. Szeretem csinálni, szeretem csinálni. Még van itt néhány kép, amelyek farsangi ünneplésen készültek. Igen, ez Bietigheimben van. Milyen ott a farsang egyébként? Először is beszéljünk. Ez egy utcai karnevál. Ez nem olyan farsang, mint itt nálunk van, hogy iskolák szinten, vagy középiskolák szinten, vagy báli szinten rendezik meg, hanem ez utcai karnevál. Itt a lakosság beöltözik mindenféle figurába, boszorkányruhába, súlyemelő ruhába, mindenféle ruhába, és az utcán vonulnak végig, nagy dinom-dánom, zene, minden. És ennek a képnek azért van érdekessége, mert az a hölgy, akit a boszorkány cipel a hátán, az az egyik magyar lány, akinek a haját megborzolta ez a boszorkány, és az Erika rákiabált, hogy tűnj el, poénból. És meg poénból megfogta az Erikát, és fölemelt, és vitte több méteren keresztül. Vagy elnézem ezeket a képeket, valóban jó hangulata van, és valahogy ugyanazt tükrözi, mint nálunk a busójárás, a tél igen, hasonló, űzést. Hasonló, így van. Csak ott is ugyan, ami a busójáráson megtalálható figurák, itt is láthatók, megtalálhatók ezen a karneválon, és ugyanúgy itt úgymond játékosan megpaskolják az embert, vagy söprűvel megütik, tehát ugyanúgy ez ugyanúgy történik, mint itt nálunk. Itt említetted a beszélgetést, hogy nemrég jelentkeztél be egy műsor szervező irodához, és hát, hogy szeretnél fellépéseken részt venni. Ez mennyire fontos neked, hogy ez sikerüljön? Vagy mi a vágyad, mi a terved ebbe? Hát különösebb vágyam, tervem nincsen. Nekem ez a hobbi, én nagyon szeretek énekelni otthon is. Szabad időmben a fürdőszoba a legjobb hely. Az jó hely, tényleg. A legjobb hely. Bármelyik énekes megkérdezze. Ezt megkérdezze, hogy poénként szokta az ember hallani, hogy a fürdőszobában ott kiélheti magát. Tehát bármelyik énekes, én akikkel eddig találkoztam Pesten, bárhol énekesekkel,
mindenki azt mondja, hogy a fürdőszoba a legjobb éneklési lehetőség, nagyon jó akusztikája van. Igen. És nagyon jól lehet ott énekelni. És a tükörbe énekelsz ilyenkor? Vagy akár zuhanyzás közben, borotfálkozás közben, bármikor. Aha. Mindig énekelek. Szóval milyen vágyaid vannak ezzel? A legfőbb vágyam, az első számú, ez nem az énekléssel kapcsolatos. A legfőbb vágyam a szakmámba dolgozni, és mindenféleképpen ki szeretnék menni még egy valamennyi időre, és hát remélem előbb-utóbb ez össze fog jönni, mert az igazság, hogy azt szokták mondani, hogy aki a jót megszokja, aki jót könnyű megszokni rövid idő alatt, annak nehéz visszaállni a nem annyira megszokottra. És nekem mindenképpen az a tervem, és teszek is érte, és keresem az alkalmat, a kapcsolatokat, bármit, hogy ki tudjak menni. Hát akkor kívánjuk, hogy sikerüljön. Köszönöm szépen. Mindkét területen, vagy minden területen, amit úgy igazán szeretsz, és ami a hobbitba, vagy azon túlhatozik. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm a fénykédet. Kedves nézőink, Illés László volt a mai fotóalbum vendége. Viszontlátásra!